Áldás, békesség! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm testvéreimet a mai reformációi ünnepi Isten tiszteletünkön. Az Isten tiszteletünk kezdő énekeként énekeljük el az evangélikus énekeskönyvnek a 339. énekének az első versszakát, a református énekeskönyvnek a 90. zsoltárának az első versszakát, amely így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Legyen a mi Isten tiszteletünk az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem: hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Imádkozzunk! Jöv el, Szentlélek, Úristen, a szomorkodók vigasztalója, az élet teremtője és megszentelője, az isteni igazság tanítója, a Krisztusban hívők öröme. Töltsd be híveid szívét mennyei erőddel. Gyújtsd meg bennünk szeretetet tüzét, hogy kiírtsa szívünk minden gonosz kívánságát és önzését. Add nekünk kegyelmed ajándékait, hogy megismerjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat. Benne új életet kezdjünk, az új életben napról napra gyarapodjunk. Megismerjük Krisztus minden értelmet meghaladó szeretetét, és megerősödjünk a cselekvő szeretetben Isten dicsőségére, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig az előadásra készülve énekeljük el az evangélikus énekeskönyvünknek a 254-es éneknek az első versszakát, a református énekeskönyvnek pedig a 390-es ének első versszakát, mely így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Nagy öröm, hogy ezen a mai ünnepnapon így együtt lehetünk, és hogy együtt ünnepelhetjük ezt a nagyon fontos eseményt, amely nem csupán egy napnak a kiemelt esemény sorozatainak a felidézése, hanem mindannak, ami a mi hitünknek az alapja, hiszen sokkal több történt ott, mint egy történelmi pillanat. A reformáció elindulásánál is több, az Isten igéhez való visszatalálásnak egy olyan újra fölfedezése, az Isten igével való kapcsolat, és ezáltal magával, Jézus Krisztussal egy olyan közös együttlét az emberek életében indulhatott el, amelyre már sóvárogva várt a világ. Én azt gondolom, hogy fontos nekünk újra és újra mi gyökereinket, lelki gyökereinket elővenni és megemlíteni, gondolkodni róla, megismerni ezeket a lelki gyökereket. Ezért olyan jó az, hogy itt ezeken az ünnepi istentiszteleteken mindig van egy előadás is, ahol visszaemlékezhetünk, és én mindig azt szoktam mondani, hogy sosem a visszaemlékezés az önmagában a cél, hanem az, hogy ebből a mai életünkre, a gyülekezeteink, családunk és a saját életünkre nézve is útmutatást nyerjünk. Így hoztam most a testvérek elé a reformáció magyarországi történései közül néhány gondolatot. Nem ad lehetőséget ez az időkeret arra, hogy ugye az egész magyarországi reformáció történetét átvegyük. Ugyanakkor egy-két izgalmasabb vagy cselekményesebb eseményt mégis szeretnék fölidézni a testvéreknek, meg egy-két előzményt is, hogy lássuk, hogy miből indult annak idején ez a nagy megújulás, Istenhez való fordulás, hogy aztán megláthassuk, hogy ma mi lehet ebből számunkra mondani való. Tehát először az előzményekről hagyd mondjak néhány gondolatot. Magyarország abban a korszakban, a reformáció korszakában, a 16. század első felében politikailag nem volt egy túl jó helyzetben. Ennek sok-sok oka volt, nem akarom most felsorolni ezeket. Ami viszont a reformáció szemszögéből igenis nagyon hangsúlyos volt, és ez mégis egy pozitív dolog, hogy a körülmények és a társadalmi helyzet következtében Magyarország egyfajta gyűjtő helye lett azoknak az Európa különböző pontjáról menekülő előreformátoroknak és azoknak a mozgalmaknak a híveinek, akiket a saját helyükön üldöztek, Magyarországon itt el tudtak bújni, letelepedni, nem voltak annyira szem előtt, nem tudom a testvérek mennyire hallottak a valdensekről vagy kataroszokról, de a huszitákról bizonyára mindannyian hallottunk, ők mind Magyarországon találtak, vagy sokuk Magyarországon talált menedékre, és hozták magukkal azt a fajta gondolkodásmódot, azt a fajta lelkiséget, amely még nem a reformáció volt, de benne volt a megújulás iránti vágy, és minden egyes reformátori és előreformátori mozgalomnak a hasonlósága az volt, hogy újra elkezdték felfedezni a Bibliát. És ez már önmagában egy olyan irány, amire azt lehet mondani, hogy igen, ez az Isten szerint való. Az Isten igéjének az kézbevétele és az újra felfedezése, vizsgálata, ez valóban egy nagyon követendő dolog. És ezek a megújító gondolatok tehát már így nagyon hamar a 15. század vége felé és a 16. század elején már jelen voltak itt Magyarországon. Ugye a mai nap évforduló, és azt azért ezen a mai napon tartjuk az ünnepi Isten tiszteletünket, mert ugye 1517. október 31-én függesztette ki Luther Márton az ő 95 tételét, és ez a 95 tétel, azt mondják, ez nem bizonyított tény, de sokan így gondolják, hogy már 1518-ban, tehát nem egészen egy évvel később, már itt Magyarországon is megjelent. Ugyanez nem bizonyítható, az viszont már biztos, hogy 1521-ben az esztergomi érsek azt a pápai kiátkozó levelet, amely Luther és a követőit sújtotta, azt már kötelezővé tette, hogy olvassák föl minden nagyobb gyülekezetben és templomban, mindenhol ennek adjanak hangot,
mert már jelen volt. Fontos volt, hogy ez Magyarországon is erről tudjanak az emberek, és hogy ezt nyilvánvalóvá tehessék. Aztán a következő adat 1523, ahol már olyan méreteket ölthetett a reformáció gondolata ebben az időszakban, hogy a budai országgyűlés egyértelműen kimondta, hogy fő és jószágvesztés jár azoknak, akik Luther tanait követik itt az országban. Tehát már 1523-ban ilyen szigorú szabályokat hozott a budai országgyűlés. Aztán ezt szigorították még jobban 1525-ben a negyedik törvény cikke értelmében, már mágia halál járt mindazoknak, akik a reformáció irányához csatlakozni mertek, és ezeket a tanokat vallották. Hogy aztán ezt mennyire hajtották végre a gyakorlatba, vagy nem, ezt nem tudjuk pontosan. Az biztos, hogy nem voltak tömeges kivégzések itt Magyarországon a reformáció kezdeti időszakában, de mégis azt tudjuk, hogy már ilyen korán, a reformáció hajnalán ilyen komolyan kellett venni itt az országon belül ezt az ügyet, mert jelen volt a megújulás iránti vágy az emberek szívében. Aztán tudjuk a történelemből azt a gyász évszámot, az 1526-os mohácsi csatavesztésnek a dátumát, amely ugye minden szempontból hatalmas fordulat volt az országunk életében, és bár erről is sokféle új fejlemény derült ki mostanában ezzel a csatával kapcsolatban, azt mégis elmondhatjuk és vallhatjuk, hogy ez a reformáció tekintetében is egy komoly fordulatot hozott, de míg az ország ilyen szempontból egy tragédiát élt meg, egyre inkább a lelki megújulás viszont felvirágzott. Többször tapasztalhatjuk ezt a történelem folyamán. Amikor nagyon nehéz, amikor az embereknek szembesülni kell azzal, hogy a létük mennyire veszélyben van, akkor talán sokkal inkább fordulnak Istenhez. Persze nem kéne, hogy ez így legyen. Nem kéne, hogy csak akkor forduljunk az Istenhez, de ilyenek vagyunk mi emberek. Hogy akkor, amikor nagyon szorul a hurok, amikor nagyon nehéz, akkor fordulunk Isten felé inkább. És szintén a történelemből tudjuk jól, hogy ennek a következménye az lett, hogy maga az ország végül is három részre szakadt. Volt egy rész, amit a Habsburg birodalom uralt, volt egy rész, amit az erdélyi fejedelemségként neveztek, és volt a török hódoltság területe. A reformáció korában Magyarország így nézett ki. Egy részekre szakított ország, társadalmilag, erkölcsileg és sok-sok szempontból nagyon mélyponton, nagyon nagy fájdalmakat él meg, és ebbe az időszakba hasít bele az Isten ígére való odafigyelés, visszatalálás, az Isten lelkével való betöltekezés. El szokták mondani a tudósok, akik ezzel foglalkoznak, hogy miért is volt történelmileg és társadalmilag kedvező a helyzet a reformáció terjedésének. Én azt gondolom, hogy nem ez a fő, hogy ezeket a dolgokat kutassuk. Bár tudnánk ellent példát is mondani. Ugye mondhatnánk azt, hogy három része szakadt az ország, két katolikus király, akik ragaszkodtak az ő hitükhöz, és üldözték mindazokat, akik ezzel szembe mentek, és volt a török hódoltság területe, ahol meg ugye az iszlám vallás kezdett ugye uralkodóvá válni, legalábbis a török hatóságok ugye ezen a párton voltak, ezt a hitet vallották. Mégis a kutatók mondják, hogy miért is lehetett ez kedvező, ez az időszak a reformáció terjedése számára. Én mégis ennél sokkal fontosabbnak tartom azt az örök törvényszerűséget, hogy ahol és amikor elkezdik az Isten igéjét hitelesen hirdetni, az élő igét hirdetik, akkor ott valami mindig megmozdul. Ott valami mindig megindul. Lehet, hogy csak kicsiben egy-egy ember életében, de ahol az Isten igéje tisztán hirdettetik, ott nem lehet, hogy ne történjen valami. Ott valami történni fog. És így indul el a reformáció is, és így indult el, hiszem ez volt a legfontosabb. Itt Magyarországon is, itt a mi közösségünk, a mi környékünkön is. Amikor elkezdtek életek megváltozni, amikor elkezdtek emberek élő hitre jutni, és meglátszott rajtuk, hogy lám, mi történt vele. És
nem az volt az első, hogy kiírták valakinek a homlokára, hogy na ő már a reformátori tanokat követi. Luthernek vagy Calvinnak később a követője. Ez nem látszott meg senkin. Az, hogy az Úr Jézussal találkozott a lelkében, az, hogy az Úr Jézusnak élő követője lett, az viszont meglátszott mindenkin. Az sem volt a homlokára írva, de az már a szavain, a gondolkodásán, a beszédén, a cselekedetein, a emberek közötti forgolódásán meglátszott. És testvérek, csodálatos dolog, és ezt megint nem gondolom, hogy elsősorban a történelmi összefüggésekben kéne keresnünk ennek az okát, hanem az Isten akaratában, hogy az Isten igenis ad olyan korokat, olyan időket és helyeket, ahol ez nem csak egy-egy embernek az életében történik meg, hanem tömegek indulnak el az Isten útján. Ezt nevezzük ébredésnek. Ez történt Magyarországon a reformáció korában. Lehet reformációnak hívni, de a lényege az volt, hogy lelkileg alvó, lelkileg halott emberek lelkileg felébredtek, lelki életre támadtak fel. Ez történt tömegesen a reformáció korában. És ez magával sodort embereket. Ez magához vonzott embereket, mert látszott, hogy ez kell, ez jó, erre szükség van. Megváltozott az emberek élete, gondolkodása. Ha egyet mégis kiemelhetnék azok közül a dolgok közül, még mindig így az előzmények szintjén, ami sokkal kevésbé történelmi, inkább lelki ok volt, az inkább az a emberek szívében megszülető érzés és következtetés, hogy miért is jutott az országunk ide, ahova jutott. Ugye ott volt a török, ott volt ez a szétszaggatottság, ott volt az anyagi nehézségek, az életük veszélybe volt sokszor. És azt mondták, hogy ezt le kell vonni, ezt a következtetést. Miért jutottunk ide? És ilyen énekek születtek, ezt hagyj olvassam föl ennek a hosszabb énekversnek néhány versszakát, amiből valóban a legjobb következtetést vonták le. Tudjuk, hogy vétkeztünk, mert tégedet nem tiszteltünk. Mint atyánkat téged nem szerettünk. Mint hatalmas urunkat téged nem féltünk. Azért kell már tisztelnünk pogányokat, gyilkosokat, paráznákat, bálványimádókat, kiknek el kell viselnünk kemény igályokat. De mégis nincs mit tennünk, csak te hozzád kell folyamodnunk. Mert jól látjuk, hogy mind el kell vesznünk, ha a mi bűneinkből hozzád meg nem térünk. Lássák meg az pogányok, hogy mi ránk gondot viselsz, kiket te szent igéddel legeltetsz. És noha megbántottunk, de tőled el nem vetsz. Elfordultunk az Istentől, nem imádtuk őt úgy, ahogyan azt ő várná tőlünk, mondják az akkoriak, a megoldás meg kell térni. Ez az egyetlen lehetőség. Visszatérni az Isten igéinek a helyes értelmezéséhez, visszatérni a Jézus Krisztussal való élő kapcsolatra. Ez az egyetlen lehetőség. És ez indította el magát a reformáció megújulását, a lelkek megújulását és az ország megújulását. Persze az Istennek ebben voltak akkor is kiemelt eszközei. Olyan áldott eszközök, akiken keresztül végezte ezt a munkát. Most csak három ilyet szeretnék a testvérek elé hozni, három ilyen kiemelkedő szolgáját az Úristennek, volt ennél jóval több. Most az ő életükön keresztül próbáljunk egy picit belemerülni abba a korba, amennyire a lehetőségeink erre teret nyújtanak. Az első ilyen nagy kiemelkedő alakja a magyar reformációnak Dévai Bíró Mátyás. Ugye úgy szokták őt nevezni, hogy a magyar Luther, és ennek nem csak a tevékenységének a súlya adott lehetőséget, hanem az, hogy ő ténylegesen is Luthernek tanítványa volt, hiszen már úgy találkozunk vele 1529-ben, hogy ő már Wittenbergben tanul, Luthernél, Melanchtonnál. Tehát ő egyből onnan, a bölcsőjéből a reformációnak szívta magába ezeket a gondolatokat. Aztán onnan hazatérve Budán indult a szolgálata, és itt Budán már ezekben a kezdeti időszakokban nagyon
világosan, egyértelműen elkezdte a reformátori munkát végezni. Olyannyira, hogy ő is összeállított, ha nem is 95, de 52 tételt, amelyeknek ezt a nevet adta, hogy elemi igazságok az üdvösség dolgában. És egy nagyon érdekes dolgot vetett föl ebben ezekben a tételekben. A központi gondolata az volt, hogy vajon mi akadályoz meg minket a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolattartásban. Mert szétnézett a korabeli kereszténységben, és azt mondta, hogy itt minden van, csak Jézus Krisztussal való élő kapcsolat nincs. És ezt a következtetést vonta le, hogy a szentek tisztelete, az erekjék tisztelete, a különböző képeknek és egyéb dolgoknak az imádata az, ami megakadályoz abban, hogy Jézus Krisztussal élő kapcsolatban legyünk. És azt mondta, hogy ezt kell elvenni az útból, mint amikor egy forrás útjából elveszünk egy követ, és akkor árad. Aztán később Kassára került lelkipásztornak, ott is ugyanilyen vehemenciával és lelkesedéssel végezte a szolgálatát, aminek meg is lett a következménye, az egri püspök nagyon hamar börtönbe záratja, ahol próbálják őt különböző erre szakosodott emberek nagyon erőteljesen meggyőzni, hogy ugyan hagyja már abba ezt a fajta, ezeknek a tanoknak a hirdetését, persze nem járnak sikerrel, és még mielőtt kivégeznék őt, a kassai gyülekezetnek a tagjai, azok, akik kiszabadítják, kimentik őt a börtönből, megszöktetik tulajdonképpen. Nem tudjuk, hogy ennek milyen kalandos formája lehetett, de ezt bízzuk mindenkinek a fantáziájára. De ténylegesen egy szöktetés keretében került ő ki a börtönből. Visszakerül a budai gyülekezetbe, ott hirdeti az igét, de persze hamarosan megint börtönbe kerül, ahonnan később 1535-ben szabadul ki, sok-sok megpróbáltatás után. Ezek után most nem sorolom, hogy milyen mozgalmas évek jöttek az ő életébe, sok-sok európai várost és egyetemet felkeresett, járt, utána többször még Wittenbergbe is, de ami nagyon fontos, hogy 1544. július 20-án Nagyváradon egy vitát hívott össze, ahol meghívta a papokat, hogy beszéljük meg. Ugye az igazságnak az egyik legnagyobb ellensége az, amikor hallgatunk. Amikor tudjuk, hogy valami nem stimmel, de inkább csöndben vagyunk. És ezek a reformátorok azért voltak olyan nagyon hűszolgája az Istennek, mert azt mondták, hogy beszéljünk róla. Tárjuk fel, szembesítjük az Isten igéjével azt, amit mi csinálunk. Hozzuk össze a kettőt, és nézzük meg, hogy egyezik, vagy nem egyezik. És egy ilyen nagy hatású vitára hívta össze a papokat, ahova már becsatlakozott ott Nagyváradon, a történelemből és több helyről jól ismert Fráter György nevű vallási vezető, vagy katolikus vezető, aki hatalmas nagy erőbedobással próbált visszahúzni a lelkészeket, papokat ettől a fordulattól. Ezzel persze nem járt sikerrel, mert tudjuk, hogy 1545-ben az erdődi zsinaton már 28 lelkipásztor fogalmazza meg az ő reformátori hitvallását. Itt már Dévai Bíró Mátyás nincsen jelen. Valószínűleg azért, mert ekkor már ő nem élt, de mégis az a mentalitás, hogy beszéljünk róla, hogy vegyük elő, és határozzuk meg, hogy mi az, ami az Isten igéje szerint való, ez elérte a célját ott és akkor. Egy dolgot szeretnénk még vele kapcsolatban megemlíteni, és majd egy dolgot még idézni tőle. Az egyik az első dolog egy anekdota, amely tulajdonképpen Luthertől származik. Innen is kiderül, hogy ők ugye személyesen is ismerték egymást, vagy legalábbis tudtak egymásról. De ez tényleg anekdota, hogy ez mennyire történelmi tényeken alapszik, azt nem tudjuk, de valami biztos, hogy van mögötte. Luther ugye a maga stílusában ezt úgy mesélte el, hogy a törökök, amikor látták, hogy itt micsoda viták vannak, akkor Budán megfogták Dévai Bíró Mátyást és egy másik vele ellentétes tanokat valló papot, és azt mondták, hogy na, most akkor igazságot teszünk.
és üljetek le, és vitázzatok. És mutatták, hogy hova kell leülni, két puskaporos hordóra, amelyek már éppen készek voltak arra, hogy robbanjanak. És Luther anekdotája szerint Dévai bíró Mátyás a rezzenéstelen szemmel helyet foglalt az egyik puskaporos hordón, mire már odafigyeltek az ellenfelére, az már sehol nem volt. Úgyhogy így a vita eldöntésre került. És még egy dolog vele kapcsolatban, egy idézet, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy ő mennyire komolyan vette az ő feladatát és az ő küldetését, ő így fogalmazza meg, amikor neki magasrangú, befolyásos és olyan emberekkel kellett vitáznia, akik akár az ő életét is elvehették, ezt mondja, mint hogy az örök üdvösség vagy az örök kárhozat feltétele mellett mindenki tartozik hitéről Isten színe előtt angyaloknak és embereknek bizonyságot és vallást tenni, ennél fogva azokat, akik bármilyen ürüggyel a felismert igazságot elrejtik vagy elhallgatják, Krisztus is megtagadja majd ítéletének napján az ő atya és az angyalok előtt. Akiket pedig ő megtagad, azok a sátán hatalma alá vettetnek, és az örök kárhozatra. Azt mondja, hogy ha én az üdvösségre menő, Krisztus megváltott gyermeke vagyok, nem tehetem meg, hogy elhallgassam az igazságot. Hogy azt megtartsam magamnak. Milyen jó ilyen mentalitású emberekről hallani, és ilyen mentalitású és ilyen lelkületű embereket példaként venni magunk elé. Ennyi Dévai bíró Mátyásról. A következő ilyen nagy alakja a reformációnak Sztárai Mihály, aki ferences rendi szerzetesként indult, és ő is Európa különböző híres egyetemein folytatta a tanulmányait, és 1544-ben tudunk róla, hogy akkor már itt van Magyarországon, és a török hódoltság területein hívta őt el az Isten szolgálatra. Ő ott végezte az ő gyülekezet plántáló és igehirdetői szolgálatát. Erről is hagy olvassak föl egy idézetet, amit ő maga vall. 7 éve elmúlt már, hogy én Isten akaratából a török uralom alatt álló Alsóbányában, Laskóvárosában az Úr igéjét hirdetni kezdtem, és már innen és túl a Dunán és Dráván az Úrnak gazdag és már túlért gabonájának aratására jött többi atyafiakkal és a Szentlélek segítségével 120 egyházat alapítottam, tehát 120 gyülekezetet, amelyek közül mindegyikben egy értelem szerint hirdetik és fogadtatik az Úr igéje, és pedig oly nagy tisztasággal, hogy sokan állítják, miszerint jobban szervezett egyházakat azoknál sem láttak, kiknél az Úr igéje idestova 30 év óta hirdettetik. Az Úrtól lett e dolog, és csodálatos a mi szemeink előtt. Olyan jó ez a záró mondat is itt, hogy valaki, aki olyan áldott eszköze az Úristennek, hogy 120 gyülekezet alapul az ő szolgálatai során, nem száll a fejébe a dicsőség, hanem azt mondja, az Úrtól lett. Állhatnék én a fejem tetejére, jöhetne itt akárki, és tehetne akármit, az Úr az, aki ezt munkálta. És ez az egész reformációra nézve hiszem, hogy igaz. Azonban az ő életével kapcsolatban és a munkássága során nagyon sokszor fölmerült az is, hogy ezekben a hitvitákban, meg az igazság föltárásában olykor nagyon paprikás volt a hangulat, és bizony akkoriban egy-egy hitvita, az nem mindig békés módon végződött, de nem azért, mert mondjuk a vitatkozó felek támadtak egymásra, hanem egész egyszerűen ott volt egy gyülekezet, és hallgatták a hitvitát, és azt mondták, hogy ha valamelyik ide kiáll az Isten házába, és a vitára végére kiderült, hogy amit ő mondott, az nem volt igaz, akkor ez valóban földühítette a gyülekezet tagjait, és elkergették szó szerint, még hogyha az addig éppen a papjuk volt, úgy kellett kimenekülnie és kimenekíteni egy-egy helyről. Olvastam egy érdekes dolgot, hogy hogyan rejtegették utána a jámborabb lelkű gyülekezeti tagok azokat, akiket így kellett kimenekíteni egy-egy vitáról. A délvidéki horvát kisebbség között el is terjedt egy ilyen mondás, hogy pap a teknő alatt, három asszony alatt.
Ez azért volt, mert ilyen jámbor asszonyok rejtették el ezeket a papokat, akiket elkergetett a gyülekezetük, és olykor valóban a teknő alatt, és rá is ültek, hogy nehogy megtalálják őket. Sztáray Mihálynak a munkássága nem csak azért volt nagyon különleges, mert gyülekezetet alapított, meg prédikált, hanem az egész személyisége. Egy olyan ember lehetett, bár nem tudjuk pontosan rekonstruálni nyilván, de tudjuk, hogy ő ugye színdarabokat is írt, amelyek hihetetlenül mélyen ragadják meg a problémát, de mégis olyan humorral, hogy sokszor elmondták az feljegyzések szerint, akik hallgatták, sokszor néma csöndben, feszülten figyeltek egy-egy ilyen előadást, máskor meg hangosan haotázva, mert annyira jól tudta megragadni az igazság lényegét. Az egyik ilyen fő műve, színdarabja az igaz papság tükre, és ebben van a következő mondat, amely szintén azzal kapcsolatos, hogy hogyan is gondolkodtak a papsággal kapcsolatban az akkori emberek, hogy valóban milyen lelki igény volt akkor, hogy egy lelkész ne hirdessen akármit. Ezt ma is nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy az, hogy egy lelkész mit mond, azért majd számon lesz kérve az Istennél. De erre egy gyülekezeti tag sem hivatkozhat, hogy de nekem ezt mondták. Mert mindannyiunknak van Bibliája, mindannyiunknak adatik a Szentlélek, és igenis a mi felelősségünk eldönteni, és ezt ennyire komolyan vették. Így mondták, vagy így mondatja ki egy Antal nevű falusi bíróval ebben a színdarabban Sztáray ezt abban a korban nagyon is emberek szívén levő gondolatot. Nem tűrjük tovább, hogy minden tudatlannak a fejét megnyírjátok, és aztán pénzért pappá teszitek, hanem azt akarjuk, hogy aki érdemli a papságot, azt pénz nélkül pappá tegyétek. Aki pedig nem érdemli, azt csépre, kapára, kaszára, kalapácsra vagy kaptára igazítsátok. Vagyis aki nem méltó papnak, az menjen el kapálni. Ilyen volt abban a korban az emberek gondolkozása. Miért? Azért, mert lelki igényük volt. El tudjuk képzelni, hogy mennyire lehetett népszerű Sztáray Mihály, ugye a bizonyos körökben, szintén fölmaradt az ő életével kapcsolatban, hogy rendszeresítette azt a megoldást, hogy mielőtt az ajtón kilépett, egy póznára tűzött egy tököt, és az dugta ki először. És többször előfordult az, hogy bizony a tökön valami éppen csattant, éppen egy bot, furkós, vagy valamilyen egyéb dolog, mert már úgy várták őt. Ilyen élete volt tehát neki, de vállalta minden ilyen körülmények között is azt, hogy ő az Isten igéjét hirdeti. Még egy érdekességet hagy mondjak el vele kapcsolatban, ami szintén tanulságos lehet a mai korunkban. Ő ugye a reformáció első áramlatához tartozott, ahol még nem volt kérdés az, hogy most akkor a németországi, vagy a luteri, vagy a svájci, zwinglianus, vagy kálvini tanokat hirdessék, viszont az idős korára ugye ez már úgy elkezdett éket verni, akár hívő emberek közé is. De ő ezt valahogy nem tudta mire vélni, ő azt mondta, hogy ott az Isten igéje, azt vegyük a kezünkbe, hirdessük, éljük, legyen személyes kapcsolatunk Jézussal. És ennek az lett a következménye, hogy végül mindkét tábor elkezdte őt vádolni. Az egyik azt mondta, hogy túlságosan Lutherhez húz, a másik tábor meg azt mondta, hogy túlságosan a svájci irányzathoz húz, de közben ő nem húzott sehova. Ő egy ilyen régebbi gondolkozású ember volt, és milyen jó, hogy így is gondolkozhatunk ezeken, mi akár így mai református evangélikusok, hogy sokkal több az, ami összetart bennünket, mint az, ami elválaszt. Erre is nagyon szép példa Sztáray Mihálynak az élete. És végül, akiről talán a legtöbbet tudunk így a történelmi források nyomán, az Szegedi Kis István. Ő róla van a legtöbb információnk, ennek egyébként az ő tanítványa, Szkarica Máté jóvoltából tudhatunk róla ilyen sokat, mert ő megírta az ő életét, sőt egy
metszetet is készített róla, ezért Szegedi Kis István azon kevés reformátor közé tartozik, magyar reformátor közé, akinek az ábrázatát is ismerjük, mert a többiekről még valódi portré sem készült, hiszen annyira egyszerű emberek voltak. Viszont azt is tudjuk róla, hogy úgy maradt fönt az ő neve, mint a legtudósabb lelkipásztor. A legtudósabb lelkipásztor. És ennek az oka az, hogy ő valóban tudós pályára készült, ő gyerekkora óta úgy nevelkedett, úgy választotta az iskolákat, úgy ment egyik iskolából a másikba, és így járta be ő maga is Európa leghíresebb egyetemeit. Tudjuk, hogy ő 1543-ban már Wittenbergben van, akkor irattatott be az ottani anyakönyvbe az ő neve, vagy az iskolának a jegyzékébe. És innen hazatérve Csanádon már Csanádra került, és ott nagyon erőteljesen hirdette az Isten igéjét. Az az érdekes, hogy ő nem volt lelkész, pap, semmiféle egyházi funkciója nem volt. Mi volt? A szívében az Isten igéje iránti szeretet, és az a tűz, hogy erről beszélni kell. És hazajött, és ez volt az első. Elkezdte a reformáció nyomdokain az Isten igéjét hirdetni. Hát ő is szembe került ezzel a Fráter György nevű katolikus előjáróval, egyházi előjáróval, aki az ő sógorának, mármint Fráter György sógorának feladatba adta, hogy ő beszélje le Szegedi Kis Istvánt erről a reformátori dolgokról, aminek az lett a következménye, hogy nem csak félholtra verték Szegedi Kis Istvánt, hanem aminek ilyennél sokkal jobban fájt, hogy az addig féltve összegyűjtögetett 200 könyves könyvtára, ami akkoriban óriási érték volt, gondoljuk bele, hogy 7-8 teleknek az ára volt ez a 200 könyvnek az ára. Valaki azt is összehasonlította, hogy ez pont annyi volt, mint Calvinnak egy évi fizetése Strasbourgban. Annyi volt az értéke ezeknek a könyveknek, amiket szintén elégettek és elvettek tőle. Ami érdekes még ezzel kapcsolatban, hogy ő ezt hogyan fogadta. Nem, hogy nem megtört, hanem azt mondta, hogy lám itt a jele annak, hogy jó úton járok. Hogy az Isten választott ki engem erre a feladatra. Ha ilyen nagy az ellenállás, akkor ez az Isten akarata. Sokszor ugye az Isten igéje elleni ellenállás, az minden másnál nagyobb tud lenni. Hiszen megoszt, hiszen az igazságot és hamisságot elválaszt, bűnt és tisztaságot. És az bizony ilyen heves érzelmeket vált ki, vagy az egyik, vagy a másik irányba. Az ő élete is nagyon tartalmas, mozgalmas, csak néhány állomáspontot említek. Cegléd, Makó, Temesvár, Mezőtúr, Békés. És ami szintén érdekes, hogy ugye 1554-ig ő valóban nem volt egyházi személy. 1554-ben avatta őt lelkészé Sztárai Mihály. És onnantól kezdve már hivatalosan is így végezte az ő szolgálatát. Következő állomás az Kálmáncsa volt az ő életében, és itt egy nagyon szomorú és nagyon kellemetlen fordulatot vett az ő élete. Alapvetően maga a történet olyan izgalmasan indult, de ez az ő életének egy nagy tragédiája volt mégis. Egy újévi prédikációjában arról beszélt Szegedi Kis István, hogy milyen dolog az, hogy a keresztjének mégis pogány neveket adnak a gyermekeiknek. És akkor úgy elkezdte a neveket elemezni, és amikor eljutott az Orsolya névhez, akkor elmondta, hogy hát Orsolya, Ursula, hogy az anya medvét jelent. Igen ám, de ott ült a padokban egy bizonyos Fúria Albertné Orsolya, aki ezt vérig sértésnek vette, hogy mit medvézi őt le a pap, és odáig ment ez a sértettség, hogy felbújtotta a férjét, aki följelentette Szegedi Kis Istvánt a törököknél, hogy tulajdonképpen ő nem is ilyen lelki munkát végez, hanem kémkedni jár, ugye nagyon sok fele járt, ment, jött mindenfelé, a török persze ezzel kapva kapott, elfogták Szegedi Kis Istvánt és bebörtönözték. Persze az ő jó akarói, az ő támogatói, azok az emberek, akiknek a szívében már elindult valami a reformáció nyomán, azok próbáltak mindent bevetni, hogy kiszabadítsák őt. Ekkor jött megint a sértett
feleségnek a még sértettebb férje, mert neki meg a feleségét medvézték le, hogy elment a törökhöz, és azt mondta, hogy észnél legyetek. Hát, hogyha ennyire akarják ezt az embert, hát akkor kérhettek érte akár 1000 forintot is. Ne a mai árfolyamon számoljuk ezt az 1000 forintot, majd el fogom mondani, hogy ez pontosan mennyit ért. A török pedig megfogadta ezt a tanácsot, éveken át börtönről börtönre hurcolták, szörnyű körülmények között. És így kellett neki tengődnie, bár, és ez is olyan érdekes a reformációban, hogy ő is úgy volt vele, hogy bilincsek között is hirdette az igét. Amikor a börtönben volt, akkor a börtönbe. A törökök meg ezt ilyen jó mókának tartották, hogy így láncokba, ilyen nyomorult körülmények között őt kiengedték néha a börtönből, hogy ott ilyen vásári látványosság legyen, amit ő mire használt, hogy hirdette az igét. És így ment az ő élete nagyon sokáig, egészen addig, míg a töröknek még jobb üzleti érzéke lévén már nem 1000 forintot, hanem 1200 forintot kért érte, de Isten itt is az ő gondviselő munkáját végezte. Egy bizonyos Mező Ferencné, aki a szívét az Úr Jézusnak adta, valóban a halálos ágyán megeskedte a férjét, hogy kihozza valami módon Szegedi Kis Istvánt a börtönből. Egy tehetős, nemes emberről volt szó, de ennyi pénze még neki se volt. Úgyhogy meghirdették az egész ország területén a már felébredt, reformált emberek között a gyűjtést. És 800 forintot adtak össze erre a célra. 800 forintot. És ezt még 400 forinttal ki tudta egészíteni ez a Mező Ferenc, és így tudták kiváltani Szegedi Kis Istvánt a börtönből. 1200 forint, testvérek, 2 kiló tiszta arany értéke. 2 kiló tiszta arany. Óriási összeg, és milyen szép jelképe ez a keresztény összefogásnak. Hogy így tudnak emberek az övéikért és a felelősséget vállalni. Azokért, akik az Isten igéjét hirdetik nekik. Ezt csak azért mondom, hogy így állítsuk párhuzamba. Azt, hogy igen, aki méltatlan volt, azt elkergették. Akitől viszont az élő ige jött, azért ilyen áldozatot is képesek voltak vállalni. Végül az ő életében még Isten adott néhány esztendőt a szolgálatra, itt szabadon is. 1572-ig Ráckevén szolgált, és itt is hunyt el. Én itt be is fejezem, testvérek, mert sok-sok ehhez hasonló és még nagyon szövevényes történetet lehetne föleleveníteni. De direkt, szándékosan úgy hegyeztem ki, hogy talán a református testvérek most így ebben az évben ebben előnyben vannak. De azt gondolom, az evangélikus testvérek is tisztában vannak azzal, hogy a Bibliában mennyi hasonló történetet olvasunk ehhez. Ugye mi már január óta az apostolok cselekedetéről írott könyvet vesszük vasárnapról vasárnapra. És annyi párhuzam van. Miért? Mert utánozták azt akkor, dehogy is. Hanem azért, mert az Isten ugyanazt kezdte el végezni emberek lelkében, amit akkor. És igen, akkor is volt Pál apostol, aki bilincsek között is hirdette az igét. És igen, akkor is volt olyan, aki bejárta az egész világot, és mindenhova ment azért, hogy hirdesse, mert ott volt a szívébe ez az oldhatatlan tűz. És testvérek, akkor is így volt a Biblia korában, a reformáció korában is. Az a kérdés, hogy most hogy van. Hogy amikor ezekről olvasunk és hallunk, ez mit indít el a szívünkbe? Mert az Isten ránk is ránk bízta az igazságot. Itt van a kezünkbe az ő igéje. És teli van a világ emberekkel, akik mindenféle hamis dolgokra bízzák az életüket, akik teljes sötétségbe tengődnek, boldogtalanságba, kilátástalanságba, reménytelenségbe. Lesznek-e ma, vannak-e ma, akik az igazságot vállalják? Akik az Isten igéjéért képesek szenvedni, aki az Isten ügyét képes így felvállalni. Isten adja, hogy ma is szülessenek ilyen lánglelkű, nem csak prédikátorok, hanem olyanok, akik az imádság szolgálatát végzik, olyanok, akik a szeretet szolgálatban tudnak segíteni, olyanok, akik csak egy-egy jó szóval tudnak odalépni a másik felé. Isten adja, hogy erre indítson, vezessen bennünket ez a mai ünnep, ez a mai emlékezés, és az egész reformációról való gondolkozásunk.
Köszönjük szépen Bartos Gergely lelkipásztor úrnak az előadást. Én az elején azért köszöntöttem a gyülekezetet, és külön nem köszöntöttem tiszteletes urat, mert úgy érzem, hogy a mai ünnep az tényleg nem rólunk szól, hanem Jézus Krisztusról, és róla hallhattunk most is ebben az előadásban, és a mi mennyei atyánkról, és hát válaszoljunk az énekkel Isten üzenetére, és készüljünk az énekkel az Isten igéjének hallgatására. Az evangélikus énekeskönyvnek a 280-as énekének első, harmadik és ötödik versszakát fogjuk elénekelni. A református énekeskönyvnek a 165-ös énekéből az első, harmadik és hatodik versszak lesz ugyanezek a sorok. Hallgassa meg a gyülekezet az áhítatnak az igéjét, helyünkön maradjunk az igeolvasás alatt. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelének 9. fejezetéből a 16. vers első része így hangzik. Ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám.
Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az előadás alatt sokat gondolkodtam, hogy kellene még itt most megszólalni az áhítat kapcsán, hiszen minden elhangzott, amit én is el szerettem volna ma mondani, és el szeretnék mondani. Hiszen ma reformáció ünnepe, bizony ki kell mondanunk, hogy nem a dicsőségnek az ünnepe, és nem is a dicsekvésnek az ünnepe. Mert önmagunkban nincs mivel dicsekednünk. De a reformáció ünnepe az evangéliumnak az ünnepe. És van miért megszólalnunk. Van miért bizonyságot tennünk. Mert ez az ünnep az örömhírnek az ünnepe. És ahogyan az előadásban is hallottuk, és ahogyan mi magunk is megéljünk az életünk minden napjában, a gyülekezetünk életében, gyülekezeteink életében is, hogy a középpontban nem mi vagyunk. A középpontban nem emberek kerülünk, hanem maga Jézus Krisztus. Ahogyan az elődeink is, a reformátorok és az őt követők, akik hirdették az örömhírt, az evangéliumot, Jézus Krisztust, mind-mind rámutattak. És ahogy elhangzott a kérdés, bennem is megfogalmazódott ez a kérdés, vajon mi ma most mutatunk-e Jézus Krisztusra? A mi életünk vajon mutat-e az evangéliumra? Mutat-e az örömhírre? Pál apostol azt mondja az evangéliumról, és az evangéliumhoz való kapcsolatáról, hogy ha az evangélium hangzik, akkor nincs mit dicsekednie. És a reformáció ünnepe, ezért mondom, nem a dicsekvés ünnepe, hanem az evangélium ünnepe. Mert nagyon-nagyon sok szemét fel tudunk sorolni a Bibliából és az egyház történetből is. De én csak egyet szeretnék most megemlíteni, Keresztelő Jánost. Neki sem volt mivel dicsekednie. Ő csak egyetlen dolgot tudott kimondani, amikor Jézusra mutatott. Neki naggyá kell lennie, nekem pedig kisebbé. Vajon merjük-e így elfogadni Jézus Krisztust? Merünk-e így kapcsolatban lenni vele, hogy mi az ő közösségében, az ő jelenlétében kisebbek vagyunk? Mert ő a mi Urunk, mert ő a mi megváltunk. Ő az, aki új életre hívott bennünket, kegyelme gazdagságából. És ő az, aki miatt hirdethetjük az evangélium hírét. És Pál apostol azt mondja, az igét folytatva, kényszer nehezedik rám. És bizony hányszor és hányszor átéljük ezt a kényszert. Akár Jeremiással együtt is, hogy nem akarunk szólni, nem akarjuk kinyitni a szánkat, nem akarunk a bizonyságtevők sorába lépni, és belül érezzük, az égő tüzet, érezzük a csontjainkban, ahogyan Jeremiás is tette. És hiába toporzékolunk, hiába vagyunk úgy, hogy nem akarjuk megtenni, mégis szólnunk kell. Szólni kell az evangéliumot. Kényszer nehezedik ránk, de kimerem mondani, édes kényszer, hiszen azt szóljuk, amit megélünk a Krisztus közösségében.
arról tudunk bizonyságot tenni, amit Jézustól kapunk, és amire Jézus hívott minket. Nem a dicsőség ünnepe, és nem a dicsekvés ünnepe reformáció, mégis az örömhír ünnepe, mert Krisztusra mutató élettel, és Krisztust hirdető élettel a megújító Szentlélek hív bennünket a mai napon is. Engedjünk a hívószónak, és tudjuk Pál apostollal együtt vallani. Ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy evangéliumod ma is, most is terjedhet a világban. Hálát adunk azért, hogy örömhíredet mi magunk is meghallhatjuk, hogy igédet kézbe vehetjük, olvashatjuk, hogy te szólítasz meg bennünket. Megváltó úrunk, köszönjük hívó szavadat. Kérünk, add, hogy kegyelmedből élve, napról napra tudjuk szólni a te örömhíredet. Megújító Szentlélek, tedd ünneppé minden napunkat evangéliumod örömhírében. Hallgass meg minket, amikor együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Még egyszer szeretném megköszönni mindenek előtt az Úrnak azt, hogy ma is szólhatott az ő igéje hozzánk ezen az ünnepen, és valóban ünneppé lehetett a mai nap a mi számunkra. Köszönöm a gyülekezetnek, gyülekezeteknek, testvéreknek, hogy a mai napon együtt lehettünk ezen az Isten tiszteleten. Köszönöm az előadás szolgálatát Bartos Gerges lelkipásztor úrnak, és Isten áldását kérem az este további idejére, hogy Isten kísérjen bennünket a hazafelé vezető úton, és ezzel a kéréssel, ezzel az áldással induljunk majd el a befejező énekünkkel, az evangélikus énekeskönyvnek a 443-as számú énekével, a református énekeskönyvnek pedig a 434-es számú énekével, amely így kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Thank you.
Istenünk. Istenünk.